Minden évben megrendezésre kerül Magyarország egyik legrangosabb versenye, a Superbody, ami az idén már 20. jubileumát ünnepelte. Az elsőt még 1998-ban rendezték, amin jó magam is részt vettem, és tulajdonképpen ez a verseny Magyarországon a testépítő versenyek úgymond Forma 1-je. A Fajszi testépítő a verseny történetében összesen 13-szor lépett színpadra, 5 alkalommal megnyerte a verseny atletik kategóriáját, ebből 2-szer pedig az abszolút bajnoki címet is megszerezte. Most 2017-ben pedig a Superbody emlékdíját is átvehette Lénárt Lajos. Amelyre olyan versenyzőket hívtak meg, akik a 20 év alatt eredményeikkel úgymond letették a névjegyüket, vagy az évek folyamán többször indultak, így a Superbody úgymond arcai lettek. 6 ilyen díjazott volt, köztük én is. A sportember ugyan nem versenyzett az elmúlt évben, de most a díj kapcsán úgy tűnik, újra kedvet kapott a folytatáshoz. Most, hogy fent voltam így a Superbodyn, és ott voltam backstage-ben, persze megint visszajöttek ezek a régi dolgok, hogy az ember megint versenyezne, és most különösen jó volt a díjazás, úgyhogy egyrészt azért megérni megint felkészülni, a másik pedig az, hogy van még egy dolog, amit úgy nagyon szeretnék a pályafutásom során megszerezni, ez az IMBA világbajnoki cím. Ez egy naturális szövetség, ez nemrég alakult, csak egy pár éve. A szervezetnél egyébként eddig 3-szor sikerült világbajnoki második helyezést elérni a testépítőnek.